Tavaly novemberben rakták le az alapkövét Szakoly új római katolikus templomának. Az előző elbontására azelőtt néhány héttel került sor amiatt, mert az 1949-ben épített, majd 1996-ban tornyot kapott épület a szegényes anyaghasználat miatt statikailag egyre inkább leromlott. Alig 9 hónappal később, vasárnap az államalapítás ünnepén már az első szentmisét tartották a teljesen új római katolikus templomban, amelyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök szentelt fel. Az egyházfő szentbeszédében kiemelte, az új templom az emberiség rendszeres lelki megújulását is jelképezi. Azért vagyunk most itt, és azért van élő hitünk, azért van olyan kapcsolatunk az Istennel, amit persze újra meg újra meg kell újítani, de azért bízunk benne, hogy megvan, hogy megtapasztaljuk, hogy Isten országa itt van. Itt van bennünk, és itt van közöttünk, és itt különleges módon is jelen van ebben a gyönyörű, szép új templomban. Akik itt élnek, biztosan sokan ragaszkodtak az előzőhöz. Megmondom őszintén, nekem is nagyon tetszett az a sok szép kép, és úgy sajnáltam. De nem volt más lehetőségünk, és mindig a lehetőségekhez képest kell a legjobbat kihozni. Megnézzük ezt a szép kicsi templomot, és mondhatjuk, hogy Isten segítségével kihoztuk a legjobbat, a legszebbet. Bacskai Erzsébet Szakoly polgármestere azt mondta, az augusztus 20-ai templom szentelése egy különleges ünnepnap a község életében, amelyet talán évszázadok múlva is emlegetni fognak. A településvezető hozzátette, a helyi római katolikus egyházközösség számára is nagyon fontos, hogy a debrecen-nyíregyházi egyházmegye új templom építése mellett döntött. Valamivel több mint egy évvel ezelőtt már életveszélyes volt benne szentmisét tartani. És a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspökével történt egyeztetésnek az lett az eredménye, hogy az egyházmegye épít egy új templomot. A település pedig vállalta azt a feladatot, hogy a régi épület elbontásában segíti az egyházat, hogy minél hamarabb elkezdődhessen az új templom építése. Isten egészen egy év elteltével most itt vagyunk, és felszentélési szentmisén vehettünk részt. Szakoly új római katolikus templomát összességében 116 millió forintból építették fel. Ennek jelentős részét az egyházmegye finanszírozta, az állam különböző pályázati forrásokból 42 millió forinttal támogatta a beruházást, a helyi önkormányzat nagyjából 2,5 millió forintot fordított a munkálatokra, és a helyiek adományai is sokat segítettek. Azért kuriózum, mert Isten igazából minden egyház községünk rendelkezik már templommal vagy kápolnával. Püspök atya úgy nyilatkozott a napokban, hogy ez az első templom a püspöksége idején. Hát én azt kívánom, hogy jó néhányat építsen és szenteljen fel, és ezzel épüljenek a keresztény közösségeink. A Szent István király tiszteletére épített új római katolikus templom első szentmiséjén az új kenyeret is megáldották, megemlékezve ezzel az államalapítás évfordulójáról.